amiről szól, itt ült én hajdanába. Észre járt az idő. Vasárnap reggel volt, virázott a pohánka, a nap felragyogott a tiszta égen, a tallón fürgés úrral tova a langyos szellő, a magasban énekeltek a pacsilták, húztak a 254-esek, a méhek vigan döngicsértek a virágok körül, az emberek a templomba ballagtak. Boldog volt minden teremtett lélek, elégedett volt még a sündisznó is. Mondom, hogy marha boldog volt a sündisznó is. Kinnált a kapujában, karját összefonta, kikukkantott a reggeli fuvallomba, és egy nótácskát brummogott maga elé. Dünnyögte, zümmögte jól is, rosszul is, hol hegyesen, hol meg reszelősen, egy szóval olyas formán, ahogyan egy ilyen szép őszi vasárnap reggelen egy sündisznó nótázgat. Hát, ahogy fennhangon dudorászik, egyszer csak gondol egyet, s úgy megörül neki, hogy rá is füttyed. Hát, mit támogassa őt itt tétlenül a kapufélfát, míg odabenn az asszony a családot mozdatja megöltözteti. Inkább jár egyet a ház körül, márhogy az egérlük körül, megnézni, hogy áll a répa. Hát áll a répa, mert a lakása körül bőven termett répa, s tudni való, hogy a sündisznó igen kedveli ezt az ételt. Elég nagy családja volt ennek a sünmalacnak, neki mindig állt a répa. Így hát nem csoda, hogy a mi barátunk is erősen a szíven viselte a termés sorsát. Úgy is lett, ahogy elgondolta. Becsukta szépen a kiskaput, bum, és neki vágott a mezőnek. Nem jutott messzire, csak a mező szélén a kökény bokorig, s ott éppen le akart térni a répatábla felé, mikor szembe találkozott a nyullal. Köszöntek egymásnak, az is hasonló járatban volt, ő is lekéste a járatot. A káposzta földjét indult volna megszemlélni. Mikor a sün észrevette a nyulat, szerencsés jó reggelt kívánt neki, hanem a nyul, a maga módján, mondta a nyuszi, szer fölött előkelő úr volt, amellett dőfös és kényes és olyas gyerek volt, mint a vaslaci. Eszébe sem jutott, hogy fogadja a sün köszönését, hanem csak úgy fokhegyről kevés gunnyal odavetette neki. Mert csirkének nézte szegény sündisznó. Ez annyit jelent egyébként, hogy hát te mit lót futsz már ilyen korán reggel a rétem? Sétálok, felelte a süni. Sétálsz, kocogott a nyuszi. Ha nem csalódom, jobbra is használhatnád a lábadat, mint sétafikálásra. Ez a pökhendiség mérhetetlenül bosszantotta a sünit. Minden békén el tudott viselni, csak azt az egyet nem, ha lábát emlegették. Hát, nem éppen elég baj neki, hogy görbelábúnak született, még csúfolják is érte. Te talán azt jelent, hogy több remény a lábaddal, mint én? Vágott vissza kelletlenül. Azt hát, felett hegykén a nyuszi. Tudod mit, tegyünk próbát, ajánlott a sün. Fogadjunk, hogy elhagylak, ha versenyt futunk. Hát ez tiszta röhely, mondta a nyúl, ezzel a karika lábaddal. De ha olyan nagy kedved van, nem bánom, legyen meg. Mi a tét? Egy arany, meg egy üveg pálinka, mondta a süni. A nyúl fülényesen kidullasztotta a mellét. Már megint elment a busz, amit jár életvád, én meségedek, na mindegy. Szóval a nyúl kidullasztotta a mellét, míg a bajusza is remegett a nagy önteltségtől, mikor kezet nyújtott a sünnek. Márhogy itt a kezem nem disznó láb, állom a fogadást, rajta kezdjük. No, annyira azért nem sürgős, felelte a sün. Én még ma nem ettem egy falatot sem, éhes vagyok, előbb hazamegyek, és jól megreggelizem. Kihallott olyat, hogy korgó gyomorra a versenyt futni.
hanem ha neked is úgy tetszik, fél óra múlva itt találkozunk. Azzal elváltak, mert a nyúl nem emelt kifogást a dolog ellen. A sün, ahogy szép kényelmesen hazafelé camogott, így tűnődött magában. Ez a nyúl nagyon bízik abban a pipaszál lábában, de én bizony kifogok rajta. Akármilyen előkelő úr ez a koma, mégiscsak ostoba fickó. Megtanítjuk a tisztességre. Kakuk. Mondta, hogy belépett az ajtón. Kihelőd asszony, jössz velem a mezőre. Minek? Kérdezte az asszony. A sünasszony. Fogadtam a nyullal egy aranyba, meg egy üveg pálinkába, versenyt futunk. Sünné összecsapta a kezét, teljesen megrőkönyödött. Uram, teremtőm, hát megháborodtál? Hát hogy futhatnál te versenyt a nyullal? Csiba te, mordult rá az ura. Az az én dolgom, ne állj meg a férfiak ügyébe magadat. Egy-kettő, szezelőzködjél, menjünk, te leszel a szurkolótábor. Mit tehetett más szegény sünasszony? Amúgy is elég szúrós volt otthon a hangulat. Akár tetszett, akár nem, baktatott zsörtölődve az ura után. Ahogy így cambognak, sün gazda hátra szól, asszonyja. Jó, figyelj rá, mit beszélek. Látod ott azt a hosszú szántást? Látom, hát. Na hát, azon lesz a verseny. A nyúl szalad majd az egyik barázdában, én meg a másikban. Onnét fentről kezdjük. Neked nincs egyéb dolgod, mint hogy beállsz ide a barázda végébe, és mikor a nyúl amonnét túlról ideér, szembe kiabálod vele, hogy én már itt vagyok. Nagyon huncut ember volt ez a süni. Az asszony bólintott, ha mi más tehetett volna szerencsétlen, és már is a szántóhoz értek. A sün megmutatta az asszonynak a helyét, ő maga meg szép nyugodtan felsétált a tábla túlsó végébe. A nyúl már türelmetlenül várta. Kezdhetjük? Kérdezte anyuszi. Mindegyik elfogadta a maga barázdáját. Kezdhessük! A nyúl hármat számolt. 1, 2, 3! És ne kíromodott akár a szél. A sün éppen csak úgy tessék, lássék vele szaladt egy-két lépés, aztán lekoborodott a barázdája, és még meg sem moccant többet. A nyúl vadvágtában közeledett szántóföld túlsó végéhez, hanem bizony a szomszéd barázdában egyszerűen felágasd, hogy a sünni asszony sarsányon oda kiabálja neki. Én már itt vagyok. A nyúl erre elképett, szinte gyökeret vert a lába. Egy pillanatra sem hitte, hogy nem a sün gazdáját látja maga előtt, tudva levő ugyanis, hogy sünéknél az asszony szakasztott olyan, mint a ura. Hát de nem tiszta dolog, gondolta hosszúlábú koma, és nagyon rikkantott. Gyűjünk még busz gyerekek máma? Nem baj, megyünk vonattal, mindegy. Azt mondta, hogy na, fussunk még egyszer versenyt. Azzal megint nekiíramodott, hátra csapta a fülét, kiegyezte a farkát, nyargalt, mint a szél, sünné meg ott maradt nyugton a helyébe. Futott a nyúl, porzott a föld a nyomában. Egy-kettőre fölért a szántás felső végére. Hát tudom, fia, nem ott várja már a sün, még csak nem is szuszog a loholástól. A nyúl magán kívül volt mérgében, na még egyszer kiáltotta vissza. Ennyire ki volt akadva szerencsétlen nyuszi. Felőlem ahányszor csak akarod, dünnyögte a sün kényelmesen. A nyúl még 73-szor nyargalt ide-oda, de a sün állta a versenyt, mert valahányszor a nyúl a cél közelébe ér, akár fönt, akár lent, vagy a sün, vagy a felesége odaszólt neki, hogy én már itt vagyok. 74-szer nyúl koma már nem bírta végig, a szántóföld közepén összerogyott. Le is kellett, hogy húzza a fejét, mert éppen jött valami hülye a traktorjával. A sün pedig fogta a nyereséget, az aranyat meg az üveg pálinkát, kiszólította a feleséget a barázdából, békességgel hazakocogtak, ittak egy-egy kupicával, a jóféle kisüstiből, s attól fogva mind a mai napig egyetlen nyúlfi sem mert többé élcelődni a
sűn nemzetség kurta karikalában.